Ismételten itt vagyunk, elkezdődött a második negyed. Újabb parás 10 percnek lehetünk majd tanulni. Egy kis megbeszélés Szulics Zsolt és Szabó Zoltán a két játékvezető között, és úgy látom a 15-ös számmal Takács Krisztián kezdi a bedobással. Jakab Laci megkapta a labdát, indulnak neki, mutatja a jelzéseket, a többiek készülődnek. Jó, a 14-es Kovács kapja alatt, de fantasztikusan szép megmozdulása volt ez Kovács Árpádnak. Már is azonnal indul harcba a nagykálói csapat 8-as számú Dudás vezetésével, próbálják blokkolni a miénket. 16-os számmal Pál Kerti lőtte mellé a labdát, tartsa veszte ezt a jó szokását a későbbiekre is. Jó. Szabolcsi, az irányító, a 8-assal Dudás, ismételten ültetem egy pontos figurája, 9-essel Rosszvári. Lelkesen védekezünk, csak sok már a sívszó, ismételten büntetőt dobhatnak a nagykálóiak. Lényegét tekintve ezekkel a dobásokkal érjük utol a szerencs csapatot. Valószínűleg tanítják nekik ezt a hogyan kell büntetőket kicsikarni, és nagyon örülünk annak, hogy Oroszvárja mostanit nem tudta értékesíteni, és hogy csak egy volt, és az eddigi tendenciának megfelelően az első sosem megy be. Közben Jakab Laci vezetésre ismét megindult a támadás. Martonnál a labda szépen kikerülte, próbál bejutni. A bíró jelez, megint síp, úgy látom kivételesen. Kivételesen mi dobhatunk büntetőt, ez szinte hihetetlen. Martont közben Andrész cserélte, Andrész Tomi cserélte. Bedobás oldalról, dominál a labda, remélhetőleg be tud menni, igazán lögdösődik. Lögdösés, a síp nem szól, hiába a büntető úgy látszik csak a nagykálóinak jár. Közben a nagykálóiak már a hátul mögött vannak, ahogy mondani szokták is. Sajnálatos, hogy Oroszvár is tudta értékesíteni ezt a megmozdulást, az akciót. Szerencsések már is fel vannak, és álló háború alakul ki a kosár előtt. Próbál betörni, és egy gyönyörű rádobással fantasztikus zicser dob. Köszönjük Lacinak, a többiek, ennek pedig a blokkot, de már is bíróik fent vannak, vagy bíró fent van a kapu alatt, a kosár alatt. Jó, hogy nem sikerült bedobnia. Ezt sajnos igen szépen elhaláztat Kovács elől, és már is lepasszolta Szabolcsinak. Szabolcsi vezetésvel ismételten Oroszvári az egyik húzó ember ennek a csapatnak, úgy látom. Tudásnál a labda, most ugye az irányító. Ez egy nagyon szép megmozdulás, hál' Istennek eredménytelen. Azonnal Takács Krisztián vezetésével felfelé vesszük az ütemet, a ritmust, és Andrész Tomi egy újabb fantasztikus megmozdulással örvendeztette meg az itteni közönséget is, remélem mindenki más nézőt is. Ismételten Dudás vezetésével indultak neki, majd Oroszvári próbálja bevenni a kosarat. Krisztián segítségével elindult a szerencsi. Autót jelez a bíró, jól látom. Talán nekünk is jár végre egy büntető. Hála jó Istennek, tehát büntetőt dobhat a szerencsi csapat. Közben időkérés. Ez is a taktika része lehet, miközben ugye az emberek nem mozognak jól, merevednek az izmaik, aztán a vége az lesz, hogy mellé dobják a labdákat, de reméljük, hogy ez a taktika most nem fog bejönni. Várjuk a fejleményeket. Nagykálói csapatnál inkább a büntetőkkel tudtak közel kerülni hozzánk, míg a szerencsi csapat igazi akcióban szerezte az összes pontját. Akik ugye látták az előző négyet, ott is nagyon szép három pontosokat és nagyon szép megmozdulásokat láthattak. A nagykálóiak azért addig agresszívek, tehát futnak, mennek, hajtanak ők is, és valahogy mindig kicsikarnak egy-egy szabálytalanságot. De hát eddig mindig sikerült a szerencsi Városi Sport Egyesület csapatának elhúznia. Két pontra, még két pontnál többre nem igazán tudtak megközelíteni bennünket. Reméljük, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Hamarosan csatakiáltásodnak lehetünk szemtanúi, itt még néhány fontos instrukciót közöl Gulyás László. És már is indulnak vissza a fiúk, és újabb áldás 10 perc, hát már csak 7 és fél perc körül idő maradt hátra.
de micsoda 7,5 perc lesz, ha a későbbiekben is ilyen akciókat láthatunk, mint amit most. Jelen pillanatban 6 pont a szerencsi csapat előnye, reméljük, hogy azt a 10 perc végére folyamatosan tovább tudják növelni is, és legközelebb már csak a 17 óra 30 perces kezdettel a döntőben, a győztesek meccsében láthatjuk a fiúkat. Tehát büntető következik. Sok szép akció után a büntetőt a szerencsi csapatból Takács Krisztián fogja elvégezni. Reméljük, hogy nem tudják majd kizökkenteni őt a nagy kállójak hangoskodással és mindenféle egyéb furfangos eseményekkel. Sajnos úgy látom, mi is átvettük a nagy kállójak megoldását az elsővel, ahogy nem jön be. Közben a labda kicsúszott. Most, hogy kinek a kezéről még kérdés, de úgy látom, a szerencsiek fogják bedobni az alapfonalról. Szárnya Gabi fogja intézni ezt a dobást, többiek szépen helyezkednek, már is a kablacián labda, Krisztián elől oroszta el a 13-as számú Szabolcsi, de nálunk maradt a labda, már jön is vissza, ellentámadás indul. Csak úgy csikorognak ezek a gumitalpak, hát sajnálatos módon nem sikerült, hát majdnem mentette Andrész Tomi a lehetetlen, de mégiscsak kint pattant le ez a labda. Jó Szárnya Gabi a bedobást elvégzi. Krisztiánnál a labda lepasszolja Jakab Lacinak, aki egy gyönyörű három pontos dobott. Ezek a három pontosok igen mennek a szerencsi csapatnak oldalról, előről minden helyzetben. A 21-essel Lakatos próbált betörni, de inkább úgy döntött, hogy csapatjátékban Ambrusszal, illetve Szabolcsival próbálják érvényesíteni a helyzetet. A 16-os számú Pákertinek nem sikerült ezt az akciót eredményesen befejeznie. A szerencsi csapat ismételten győzelővel indul előre, mindenki a helyén. Krisztiánnál a labda. Hát a 19-es Ambrusz vad duhajjal veti magát a labdára, óriási rögbihez hasonló megmozdulások. Na, most mit kutogat a bíró? Jakab Lacinak mutatott egy újabb hibát. Nem, úgy látom el ne követték el. Akkor ismételten a szerencsiek. Oldalról bedobás. Szárnya Gabi elvégzi, Birk Laci megkapja, Jakab Lacinak továbbadja. Egy kis zavaró momentum, mi történt? Közben Andrész Tomival történt valami. Jó, nézzük Tamást, mi történt. Ismételten egy bedobás oldalról, Szárnya Gabi vezetésével a többiek helyezkednek. Jó, ez szép csel volt, Andrész Tomi próbál szépen érvényesíteni ezt a megmozdulást is, újabb kintpontot szerezve ezzel, és 7 pontra növelve a szerencsi csapat előnyét. Nem sokan már hátra ebből a fél időből sem, vagy ebből a negyedből egészen pontosan. A 21-es számmal Lakatos passzolja a labdát Ambrusznak. Járatják a labdát, hátra letelik az a 10 másodperc is még. Végén bíró kapja el, és nem sikerül bedobni, a szép volt a lepattanó megszerzése, Jakab Laci vezetésre inspirált, de nekiindultunk. Köszönjük szépen Kovács Árpádnak ezt a szép mentést. Szárnya Gabi, Birk Laci, gyönyörű volt, inspirált egy 3 pontos, ezzel már 10 pontra növekedett a szerencsiek előnye, de hát nem lehet pihenni, nem lehet megállni, hiszen még több mint 5 perc van hátra ebből a négyedből. Ismételten Lakatos próbálkozik, de már a háttérben ott van bíró is. Elindultak a srácok Jakab Laci vezetésével, és sajnos ez most nem jött össze, nem sikerült megtalálni, elkapni ezt a lepattanót. Szabolcsinál a labda, továbbadja Ambrusznak, már is bírónál van. Szintén visszaadja Pálkertinek, akinek nem sikerül szintén pontot szereznie. Nagyon jó megmozdulás volt ez a nagykállói csapattól, szintén egy kis változatosság. Nagyon szépen figuráz, sajnos éppen csak egy hajszányval csúszott le, és közben Ambrusz be óvakodott a hátunk mögé, és így 2 ponttal gazdagította a nagykállóiak csapatát. Helyebb a hátul nincsen szemünk, de nem szabad megállni, mindig visszafele kell nézni, fedezéket kell keresni. Jakab Laci hozza a labdát fölfelé, leadja Birknek, 10-es számmal próbálkozunk. Szárnya Gabi indulj neki, 1-2-H. Ó, egy más, jó, csak megvan, közben lökést mutat Lakatosnak a bíró.
de a két pont már így is megvan. Ismét 10 pont a szerencsiek előnye is. Gábor már is remélhetőleg érvényesíti a büntetőt, közben egy csere. Lejön a 4-essel Bíró, illetve jön a 16-ossal Pákerti, helyettük a 9-es számú Oroszvár, illetve a 7-es számú Horváth érkezett a pályára. Koncentrálnak a fiúk, remélhetőleg semmi nem zökkenti, majd ki szárnyagabbit ebből a remek dobásból, és végre szakít az a tendenciával, miszerint az első dobás mellé megy, mert ezt már ellestük a nagykálójaktól. Remélhetőleg most sikerül az elsőt is bedobni. Feszülten figyelünk, mindenki tukkol. Drukkoltunk egy kicsikét jobban is. Megvan a labda, még mindig a szerencsétlen a labda. Jakab indul előre. Szárnya helyezkedik. Jön már be Kovács Sándor is. Elorozták a labdát, de megszerezte Birk vissza Jakabnak. Na, próbálkozunk egy három pontosra, ismét egy három pontos, hát ezek a három pontosok igen nagyon mennek ennek a szerencsés csapatnak, de szükség is van rá. Jelen pillanatban 13 pont a különbség a két csapat között, csak ez megmaradjon, nem csak a negyed végéig, hanem az összes többi játékidő teljes végéig megmaradjon, mert majd kihajtsák magad a fiúk. A 9-es számú oroszvári próbál megközelíteni a labdát, 19-es az Ambrusz. Hát már én is magam sem tudom, mi történik, a Bíró nem fúj, a labda nálunk van, Jakab vezetésével indulunk fölfelé, Andrész Tomi, gyönyörű volt a befejezés, szép csapatjáték, jó elterelés. Nagykálójak nem pihennek, azonnal indulnak Lakatos vezetésével, próbálnak betörni, közelítenek, Oroszvári egy hárompontosabb próbálkozik. Hát bent van, de nem látom a Bírót. Három pontos volt-e, vagy bent volt-e a cipő orra. Az eredmény jelző tanúsága szerint majd meglátjuk. Szárnyagabbi ismét három pontos érvényesít. 41-26-ra vezet jelen pillanatban a helyi csapat, csak így tovább. Nagykálójak és tudatom ráragadt a kezdeményező készség. A 13... Hoppá! Ez egy teljesen jogos ítélet. Szabolcsi felhajja a karját. Valószínűleg nem minden ok nélkül. Nézzük, mi lesz az eredmény. Jó, közben cserét mutat a Bíró. Marton Péter cserélte Szárnya Gábort. Közben megtörtént a bedobás. 21-essel ismét Lakatos próbál értékes pontokhoz jutni. De hál' Istennek sikertelenül, a szerencsés csapat már is a kapuknál. 14-essel Kovács Sándor, nem sikerült most megszerezni, a lépéshibát jelez a Bíró, úgyhogy ez most sajnos nem jött össze. Jó, újabb csere, Andrész Tamást Kovács Árpát fogja cserélni, és a cserélte már is ebben a percekben. Közben Lakatos Mence irányításával megindult a nagykálói támadás. Ismétlen Oroszvári kihagyta. Úgy látom, hogy... Igen, hát nézzük ismételten büntető. Hát a nagykálói csapat úgy látom megint próbál feljebb jutni, vagy közelebb jutni a miénkhez. Oroszvári Tamás fogja dobni a büntetőt. Az elsőt a már hagyományoknak megfelelően nem sikerült. Reméljük, hogy a hagyományoktól eltérjön a másodikat sem fogja tudni majd bedobni. Milyen készülnek, reméljük sikerül egy jó lepattanásból elindulni. És sajnos a nagykálójak nem hazudtalták meg magukat a második, úgy látszik minden körülmények között beszokott menni, ezért most is bement. A vezetésével indult a csapat, már helyezkednek a többiek, nem sikerült, és sajnos a lepattanót sem sikerült megfognunk. Ezért most ebből a megmozdulásból nem lett pont, de azért jó volt megnézni. Ismételten Ambrusznál a labda, továbbadta már is Szabolcsnak. Ez lábra pattant végül is, de ha nem fúj a Bíró, akkor hát ha sikerül Kovács Sándornak egy jó pontot szerezni. Nem sikerült, de már is ott van, és köszönjük szépen Kovács Árpádnak, hogy megszerezte a csapaton a következő két pontot, ezzel tovább növelve a szerencsés csapat előnyét. Szép indítás sajnos, Ambrusz volt a kapuknál,
Horvát nagy vehemenciával vetette bele magát a sűrűjébe a dolgoknak. Ismételten Lakatosnál a labda, próbál betörni, és mi hagyjuk. De nem sikerült érvényesítenie Jakab vezetésével. Ismételten megindult a dolog, Marton átadja. Jaj, nem látok, sajnos, de fantasztikus. Még egy három pontos Wilk Lászlótól. Ezzel újabb értékes pontok, újabb nagy előny, újabb lélezethez jutott a csapat. És reméljük, hogy egy újabb lelki megterheltetés, megrázkódtatás a nagykállójakra nézve, de ebből felállva Horváth Bence sikeresen szerzett két pontot. Számtalan védő között tudott átsúrranni az egyetlen megmaradt résem. Bíró, vissza Jakab. Fantasztikus, ismét egy három pontos. Úgy látom, a szerencs csapat átállt a biztos három pontosokra. Ők is ezzel igazán nagy mennyiségű perceket, vagy pontokat szerezni, közben kevesebb, mint egy perc van hátra. Neki, hopp, ez akasztásnak tűnt, de hát nem volt szándékos. Ismét cserék a szerencs csapatban. Szárnya Gabi, illetve Molnár Krisztián jönnek föl, Jakab Laci és Kovács Sándor pihennek néhány percet, néhány másodpercet. 15-össel Takács Krisztián is újra a pályán van, ő a 8-as számú Marton Pétert váltotta az elmúlt néhány másodpercben, és egy újabb nagykálói büntető, reméljük, hogy sikertelen. Lakatos Bence végzi el, és hagyományok ellentétben már az elsőbe ment. Remélhetőleg a második már nem lesz ennyire jó. Hát kivételesen ez is sikerült, bár amennyit gyakorolták, már építés volt az ideje két ilyen fantasztikus büntetőnek a bedobásában. Molnár Krisztián zsonglőrködik a labdával, a többiek helyezkednek, nincs kinek passzolni egyszerűen. Próbál betörni, szép, a 13-assal Szabolcsi csúnyán elmarkolta Birkelő a labdát. Ez egy szép átadás, sajnos át is ment. Ez most nem tudom, minek minősül. Már néha egy játszótéri megmozdulásokat látunk. Ez megint a VO nem jelez. Vagy mégis. Ez egy meglehetősen csúnya akció volt az imént. 20 másodperc maradt a támadó időből, és úgy láttam az első, a második negyedből is. Molnár hozza fel a labdát, próbál betörni. 14-es. Hoppá, nem sikerült érvényesíteni a mai pontot. Helyette Ambrusz lép meg a labdával, de szépen elmarkolta. Az utolsó másodpercben Kovács Árpád, ebben a percben másodperc lejárt a második negyed, jelen pillanatban 49-33 az állás, reméljük ez így is marad.